Megkértük Tóth Krisztina, költőt, írót, hogy nyissa meg a kiállítást. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. A szövegemnek azt a címet adtam, hogy halasztás. Az itt megrendezett kiállítás, melyet meg fogok nyitni, valójában nem is kiállítás. Hiszen láthatják, nincsenek képek a falakon. Amibe itt bepillanthatnak, az egy kollektív, titkos családi fotóalbum. Szinte mindenkinek van egy rokona, aki önként lépett ki az élők sorából. Szinte mindenkinek van a közelebbi vagy távolabbi családjában ilyen ember. Még annak is, aki nem tud róla. Amit itt végignézhetnek, az egy gyorsított történelem kurzus középhaladóknak. Vizsgakérdés. Hogyan lehetett kibírni Magyarországon a 60-as és 80-as évek közötti időszakot? Mondjon szélsőséges példákat családi múltjából az alkalmazkodásra és a lázadásra. A megtekinthető fotók a totális alkalmazkodás és a totális lázadás különféle formáit mutatják be. Amikor először végignéztem a kiválogatott képanyagot, az első benyomásom a megrendülés mellett meglepő módon valami otthonosság érzés volt. Az a borzongató felismerés, hogy bár először látom ezeket a képeket, magát az atmoszférát, a világot, amelybe ezeken a fekete-fehér ablakokon át visszanézünk, ismerem. Ismerem a keramit kockáj szűk udvart, ahol az a kicsavarodott testű asszony fekszik. Ismerem a bérházat, ismerem a régi bútorokkal telezsúfolt lakótelepi szobákat, a lepusztult fehér egyencsempét, a penészes fugákat, a fröcskölt mintás szürke linoleumot, a kopott mokettet, vizes falakat, a széktámlára terített, rétegekben felgyülemlő állott ruhákat az én nemzedékemhez tartozók, vagy a nálam idősebbek, minden egyes képen találnak majd olyan részleteket, amelyek ismerősek lesznek nekik. Egy tárgyat, vekert, asztali lámpát, horgolt függönyt, falvédőt, ami éppen olyan, mint az övék volt. Rácsodálkoznak a PVC padlóra, ami az ő konyhájukat is borította. Bámulnak a paplan alól kilógó kézre, egy lábfejre, és eszükbe jut majd a nagy nényük, az unokahuguk, a ritkán emlegetett unokatestvérük. Talán betébed majd valaki ide ebbe a terembe, aki elszoruló torokkal felismeri gyerekkora valamelyik helyszínét, és rádöbben, hogy a családi narratívában infartusban elhunyt, vagy Ausztráliába diszidált nagypapa, a hirtelen távozott nagymama valójában felkötötte, megmérgezte magát. Lesz valaki, aki rábólint a paplan alól kilógó kézfejre, a fajansztára a komódon, hogy igen, ez az, ami hiányzott a zavaros múlt képkockáig közül, és most a helyére került. Most már érthető minden további hallgatás, a helyek és a múlt kétségbe esett tisztogatása, átfestése. És itt természetesen nem csak a családi múltról van szó. A képek által bemutatott időszakban az ország világ első volt a befejezett öngyilkosságok számát tekintve. Milyen különös kifejezés ez a befejezett öngyilkosság? Eszünkbe juttatja, hány élet folytatódott befejezetlen öngyilkosságként? Hányan kilóták mégis végig a figyelmeztető kísérlet vagy az elszalasztott lehetőség? után az életüket félelemből, lelkifurdalásból, kötelességtudatból, hogy aztán a rák, alkohol megtegye azt, amit ők nem mertek. A búcsú levelek egy része tárgyilagos, és igyekszik megkönnyíteni az itt maradó élők dolgát. A távozó pénzt hagy hátra, előkészíti az ünneplő ruhát, amit rá kell majd adni. Van, aki abszurd módon arra hívja fel a figyelmet, hogy szeptemberre beutalót kaptak Balatonfüredre, és a helyet még időben át kell adni valakinek. Más pedig lényegre törően csak annyit ír az édesanyjának, hogy szeretet hiányában meghalt. Az egyik legmegrendítőbb kartonra írt, létrára rajszögezett figyelmeztető felirat, megállítja a lakásba érkezőt, Vélhetően a másik szülőt, és arra kéri, hogy dorkát ne engedje be a szobába. Nem tudom a fejemből kiverni ezt a dorkát. Hogy vajon hány éves lehet? Mit csinálhat most? Hogy vajon tud-e arról, ami történt, vagy neki is valami kitalált mesét adtak be arról, hogyan lett annak idején félárva? Hogy tovább viszi -e ezt a történetet? És ha éle még, vannak-e zavaros gondolatai az élet értelméről, folytathatóságáról? Úgy éle, ahogy a szülei haltak, és itt éle, ahol nekik is élniük és halniuk adatot és illet. Én magam sohasem ítéltem el az öngyilkosságot. Mindig is át tudtam érezni, hogy valaki odatol egy széket az ablakhoz, és kiröppen onnan, abból a szűk szobából, levegőtlen életből, ahová addig sorsa zárta, vagy bevez egy doboz ajtatót, mert elfáradt és köszöni, már nem szeretne újra felébredni. Egyszer Rőrik Géza azt mondta nekem egy asztali beszélgetésben, hogy az öngyilkosságot sokkal nagyobb bűnnek érzi, mint a gyilkosságot. Mert nem gondolhatja komolyan valaki, nézett a szemembe, hogy rá külön pikkel a jó Isten. Senkinek nincs joga ekkora jelentőséget tulajdonítani a saját fájdalmának és sérelmeinek, legyenek azok bármilyen nagyok is. Egy másik, mélyen hívő barátom éppen ellenkezőleg gondolkodott erről. Néhány évvel ezelőtt, amikor meghurcolták és megvádolták, folytathatatlannak érezte az életét és komolyan megingott. Gyakorló katolikus létére megkísértette a kilépés gondolata. Azt mondta nekem, biztos benne, hogy az ő Istenem meg fog bocsájtani. Tudni fogja, hogy ő a legvégsőkig küzdött, és nem volt több ereje. Ő biztosabban mondta, hogy a jó Isten tudni fog erről a küzdelemről, és érteni fogja azt is, hogy miért adta végül fel. Ez ellentmondani látszik minden dogmának, mégis úgy érzem a legmélyebb hitről tesz bizonyságot, hiszen a kétségbeesés mélyén is ott a legvégső bizalom, a feloldozás reménye. Íróként tudom, milyen nehéz egy szereplőt hitelesen eljutatni az öngyilkosságig. Milyen nehéz elhitetni az olvasóval, hogy számára valóban nem volt más kiút, és ez látszott az egyetlen lehetséges, logikus lépésnek. Ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja írni, át kell gondolnia és át is kell élnie. Nem, nem dilettáns módon azonosulni a szereplőjével, hanem mélyebb értelemben, átlátva a körülményeket és a személyiséget. Tudni kell, milyen szag van abban a szobában, ahol a szereplő dönt, hány óra van pontosan, és hol állnak a bútorok. Amikor az elején azt mondtam, ismerem ezeket az embereket, csak részben túloztam. Személyesen talán nem ismertem őket, de ismerem az országot, ismerem a várost, ahol éltek. Ismerem azt a múltat, és ismerni vélem a jelent, amelyben ez a múlt, mint valami ék, beágyazódva tovább él, tovább halódik, halasztódik. A félbemaradt életek és a részben eltagadott halálok olyan üledéke halmozódott itt föl, amelynek eltakarítása ijesztő és teljesíthetetlen feladatot ró a következő nemzedékekre. Ezeket a lakásokat azóta is lakják, ahogy mi is lakjuk az életünket. Átfestettük a falakat, az önkormányzat eladta a lakásokat, az új tulajdonosok átrendezték az alaprajzot, ahogy mi is átrendeztük a városunkat. Új homlokzatokat emeltünk, új feliratokat akasztottunk rájuk. Csak hogy ez kevés. Az igazi munka nem lett elvégezve. A titkok bedobozolva állnak, és ez az archivált, folytó levegőtlenség felszivárog a pincékből, beköltözik a tüdőnkbe, a gondolatainkba. A maga eszközeivel ez a válogatás oldezen egy kicsit, ahogy az irodalom is ezt teszi. Nem tényfeltárással, hanem annak a fáradhatatlan ismételgetésével, hogy igen, a törvény szövedéke létezik, és ha fel is hasad valahol, a szálakat azért érzékeljük. Az irodalom sűrítve tárja elénk mindazt, amit ezek a képkockák a maguk sajátos poétikájával felvillantanak. Sűrített üzenetek ezek egy olyan világból, amelyet letűntnek szeretnénk hinni, de nem az. Az egyik búcsúlevél egy újságon hever, mellette jól olvashatóan nyomtatott szavak szöknek a néző szemébe. Nyaralunk, felhívás, büntetés. Ez önmagában egy történet. Egy másik képen a lepusztult, pattogzó ajtóra valaki egy síts matricát ragasztott. Talán én voltam. Szerettem a sítset. Talán önök közül valaki. Egy harmadik képen ott a filmszínház muzsika, amit szüleink is olvastak, címlapján a rég halott színészekkel. Egy negyedik képen az RTV újság látható, az elhunyt talán még bekarikázta benne a műsorokat, mielőtt úgy döntött, Mégsem szórakoztatja tovább magát a világ egymást váltó képsoraival. Egy ötödik képen valaki, aki messzire készült utazni, egy Afrika albumot lapozgatott a súlyos tömörfa ágyban fekve. Elvágyódhatott nagyon abból a zsúfolt szobából. A kórházi képeken látszik, hogy az öngyilkosok rövid mérlegelés után a legbrutálisabb, legegyszerűbb, leggyorsabb kezelésre voksoltak a fájdalom azonnali megszüntetésére. Összességében úgy látszik, a méltatlan helyet, élet helyet választották, a még mindig méltóság teljesebbnek érzett folytatást. Mielőtt szembesülünk a múlt képkockáival, csak annyit kérek még minnyájunktól, hogy gondoljuk végig, hányan élnek ma méltatlan életet betegen, patkányrákta odukban, Földbevájt gödrökben, vizes falak között, fájdalommal, éjséggel, magányjal, nélkülözéssel küzdködve. Hogy hányaknak nem jut méltó halál? Vajon mikor veszük számba őket, és gondoljuk végig azt is, haladékot jelente a halasztás? Hogy vajon itt tényleg a múlt látható-e, vagy kizsarolt, nevetséges életünk általunk is végtelenített örök jelene. Köszönöm. Kiállítást megnyitunk.